csak annyi ember hátrányba játszott a David, mégsem sikerült nyeretek. Miért ennek az oka? Annyi, hogy kialakítottunk 15 helyzetet, azt egyet se tudtunk berúgni. Hát, én azt gondolom, hogy az ember hátrány után, amit játszottunk, az jó volt, kialakítottuk a helyzeteket. Hát most nem tudtuk berúgni, de hát már rég volt ez a problémánk. Tehát is azt mondom, hogy azt futballoztunk, amit kellett ember előnybe. Tiszta jogos kiállítás volt, azt meg hozzáteszem, hogy itt a végén meg benn volt lehet a labda, de egy tiszta 11-es meg nem kaptunk meg. Tehát azt nem értem, hogyha van egy kiállítás, utána még a 11-es be kell fújni. Tehát én azt gondolom, és ez döntő hiba volt, mert akkor az biztos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük. Plusz meg benn volt az utolsó pillanatokban, meg egy percet hosszabbítunk akkor, amikor 8 csele van egy mérkőzésen, tehát nem tudom, ez nem olyan kiállítás volt, ami után kompenzálni kellett volna a pirónak. Én úgy érzem, mert tiszta kiállítás volt. De attól függetlenül maradt az előnyünk a Hévízzel szemben, úgyhogy minimális célunkat teljesítettük. Természetesen szerettem volna, hogyha emberölönyben nyerünk, de azt gondolom, hogy azt játszottuk, amit kellett, rengeteg helyzetet kialakítottunk, nem volt szerencsém. Talán